Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és bevallom, hogy ez a videó nem tervezett videó volt, de lementünk a Müllerbe, és, és megpillantottam ezt a kollekciót, és azt mondtam, hogy így jöjjön velem, és ez nem más, mint az Essence-nek az új limitált kollekciója, ez az In the Bloom Light nevezetű kollekció, és nagyon szép volt. És nagyon-nagyon szép volt és még lehetett kapni a termékekből, mert nagyon hamar el szoktátok egyébként kapodni, úgyhogy én is gyorsan lecsaptam. Szerencsére pont a kedvenc termékeim még kaphatóak voltak, volt néhány dolog, ami már elfogyott. De akkor mutatom is nektek, jó, hogy én mikre csaptam le, miket tudtam megszerezni, szvacsolgatunk, és természetesen utána sminkelünk, megnézzük, hogy milyenek ezek a termékek így használat közben. Na, mutatom a kedvencemet, jó, mert szerintem ha valamitől, akkor ettől biztos sokatoknak megjön a kedve ehhez a kollekcióhoz. Ez nem más, mint egy ilyen blush lighter, vagyis highlighter és pirosító közötti termék. E, így néz ki. Hát nem gyönyörű? Hát nem gyönyörű? Na nézzük közelről. Szóval, hogyha kinyitom, akkor pedig így néz ki ez a termék. Egy árnyalatban kapható egyébként ebben a kollekcióban, és az a neve, hogy Made of Stardust, és most nyúljunk bele. Ebbe még nem nyúltam bele, úgyhogy tényleg itt az első pillanat. Így jól összekevertem, tehát ezt a sötétebb meg a világosabb részt így együtt, és ez nagyon kis szépnek tűnik nekem. Úgyhogy, őszintén nekem ez volt a legfontosabb, úgymond a kollekcióból, hogy ezt, ezt kipróbálhassam, erre nagyon-nagyon kíváncsi voltam, és mindjárt mondom, hogy egyébként mennyiért tudtam megvenni, ez 1580 forintba Kerül. Én mondom, a Müllerben láttam most ezt a kollekciót, nyilván később valószínűleg lesz a DM-ben is, meg a Rossmanban is. Volt egyébként még egy termék ebből a kollekcióból, amire, amit nagyon-nagyon szerettem volna kipróbálni. Ez mondjuk pont nem az, de nagyon szép találtam, és arra gondoltam, hogy akkor azért ez is jöjjön velem, ez egy ilyen dú szemfesték, folyékony szemfesték, ugye van egy mat oldala, és, és, van egy ilyen fényes oldala, nem tudom mennyire látjátok, egy kicsit ilyen márványos. Ez az egész ilyen arany és ilyen kis pasztel rózsaszín. Azt mondom, hogy ezekről is készítsünk szvacsot. Egyébként nem nagy ez az egész termék, tehát ilyen kis picike, Összesen, t -t -t, mi is, mi is a mennyisége? Összesen 3,4 g. Úgyhogy tényleg nem sok, de, de hogyha jól működik, azért is szeretném egyébként most mi hamarabb ezt kiszvacsolni, mert kíváncsi vagyok, mielőtt nekiállok majd a szemsminkemet elkészíteni, hát így néz ki a matt oldala. Ez nagyon-nagyon szép szerintem. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire szárad le. Egy kicsit megpróbálom itt így el elsatírozni, így az új begyemmel. Nagyon izgalmas, szerintem nagyon szép ez az ilyen kis púder rúzsaszín árnyalat. Úgyhogy nézzük, megnézzük, hogy ez mennyire szárad le, és akkor utána mutatom, hogy miket tudtam még megszerezni ebből a kollekcióból. Ez pedig lenne a fényes. Ott volt a mat. Ú, de szép fénye van. Ú, de szép fénye van. Na, ami a szemrevaló termékeket illeti, volt még egyébként egy szemhéjtus, egy ilyen gyönyörű, mély lila szemhéjtus, az majd hasonlítani fog a szájra való termékekhez, a rúshoz és a szájceruzához, amit úgy szintén meg tudtam venni. A szemhéjtust azt viszont nem vettem meg, mert az az igazság már csak egy darab volt belőle, és azt így tuti, hogy így sokan kinyitották már, úgyhogy nem volt benne bizodalmam, hogy ez tiszta lesz. Ez milyen szép. Hát ez milyen szép. Szóval nem volt benne bizodalmam, hogy az, az, tiszta lesz. Egyébként azt nézem, ezt a fölsőt, ahol egy picit vékonyabb rétegben van, ez leszáradt, ez nagyon szépen leszáradt, és ez az alsó is leszárad, Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rád, de hol tartottam? Ja igen, szóval, hogy a lila szemhétus, viszont találtam a kollekcióban, meg rögtön be is ugrott, hogy van egy nagyon hasonló sötét lila szemhétusom, azt majd mutatom, és azt is fel fogom tenni a teljes minhez, mert ugye a szememre akkor fogom használni most ezt a kis krémduót. Ez a szemhéjfesték duó, ez 1180 forintba került. És ugye még nem láttátok akkor a kollekcióban ezt a mély lilát, amiről eddig itt beszéltem, hogy milyen mély lila árnyalatok vannak benne sikerül Sikerült. sikerült! Ez volt a másik, amit nagyon szerettem volna ebből a kollekcióból, a rúst megszerezni. Hát látszik már a csomagolásán is, egyébként papír csomagolása van, hogy micsoda szép ilyen mély lila árnyalatok vannak benne, és ugye a szájceruzát is sikerült megvennem, ez is ezt a mély lila árnyalatokat hozza. Mindjárt mutatom a swatchot róluk, csak előbb mondom az árát. A szájceruza az 690 forintba került, a rúzs pedig 1090 forintba került. Egyébként lehet ebben a kollekcióban kapni egy szájfényt is, azt viszont már teljesen elkapkodtátok, úgyhogy azt nem tudtam beszerezni, de amivel még szemeztem, viszont sajnos LED lámpa kell hozzá, vannak nagyon szép köröm matricák, én nem nagyon szoktam ilyen köröm lakmatricát használni, de ezt kifejezetten szépnek találtam, és hogyha nem ilyen LED lámpás, nem tudom, dolog lett volna, akkor valószínűleg azt is kipróbáltam volna, illetve lehet még kapni hajgumit. A hajgumit sem szereztem be. Na, de mutatom a rúst és a szájceruzát, bocsánat, itt egy kicsit így csapongok. Na, ezt nézzétek. Szóval a rúst, a rúst én ezért szerettem volna megvenni, mert látjátok, hogy milyen gyönyörű, szép ilyen minták vannak rajta. Ugye, ami az egész kollekcióra egyébként jellemző, ez a, ez a gyönyörű, szép ilyen nagyon gazdag barokkos virágminta, és ez az árnyalat, hmm, pont ezen gondolkoztam legutóbb, hogy nem annyira vannak ilyen nagyon mély, bordós rúzsai, de hát milyen szép ez az árnyalat. Úgyhogy így néz ki, nem is lila, hanem ez az ilyen tényleg ilyen lilás, bordós árnyalat, tényleg nagyon őszi, nagyon ilyen Halloween-i hangulat szerintem, és hát ugye a szájceruza az pedig ugyanezt az árnyalatot fogja hozni. Ő pedig így néz ki. Na, de ő egy kicsit, egy kicsit világosabb. Kicsit ilyen rózsaszínesebb. Valószínűleg ez a szájceruza egyébként nagyon szépen működik a szájfényel, úgyhogy biztos, hogy ki fogom majd úgy is próbálni, hogy csak egy szájfényel. Na, de én azt mondom, hogy kezdjük is el a sminkelést, és az első termék, amit ki fogunk próbálni, az ez a blush lighter lesz. Egyébként ilyenkor igyekszem úgy előkészíteni az arcomat, hogy minden essence legyen rajtam, úgyhogy az alapozóm az most az, az, most az essence -nek, ez a skin tint alapozója, a puder is egy essence puder rajtam, korrektor is essence korrektor. A kontúrom, na az viszont egyébként a pupának uh, egy korrektora, de igyekszem így ilyenkor erre figyelni, hogy azért főleg ezen termékek legyenek rajtam. Illetve ezt már most mondom, hogy van rajtam szemfestékbázis, ez a Danessa Myricks-nek a Color közül a Nude 3-as árnyalat, és ez le van puderezve, úgyhogy, úgyhogy ennyi. De akkor nézzük is, nézzük ezt a In the Bloom Light Blush Komolyan, ez csak így nézegetni is olyan szép. Megpróbálom egyébként ide a fenti, kicsit sötétebb, rózsaszínesebb részére fókuszálni az ecsetemet, és akkor úgy felrakni ezt a pirosító highlighter kombinációt. Egyébként szerintem az inkább ilyen highlighteres lesz de az is biztos, hogy majd ősszel azért világosabb lesz a bőröm, nem, azért van egy kis szép pirosítása is, szóval, hogy ősszel azért, amikor egy picit világosabb lesz a bőröm, akkor ezt sokkal jobban ki fogom tudni használni, mint pirosítót is, de ez nagyon szép. Hát ez tényleg ilyen kis, kis fényes pirosító. Őszinte leszek, lányok, egyébként nekem elég régen volt az Essence-nek ilyen teljes kollekciója, ilyen limitált kollekciója, ami így nagyon tetszett volna. Talán a év elején volt ez a Love Luck Dragons kollekció, ami szerintem nagyon szép volt, de ez most így, ahogy így megláttam, nekem nagyon-nagyon megtetszett. Kis visszafogott, de szerintem nagyon szép. Na és akkor jöjjön ez a krémes szemfesték duó, és akkor először ezt a puder rúzsaszín árnyalatot fogom felvinni, és utána egyébként a mozgó szemhéjra pedig ezt a fényes árnyalatot. És az a nagyon bíztató nekem, hogy én úgy látom, hogy ez leszáradt. Megnézzük, hogy mennyi ideig lehet vele egyébként így dolgozni. Először csak új begyel kicsit eldolgozgatom, és akkor majd utána jöhet még a fényes is. Illetve hát majd jön akkor ez a lilás szemhétus. Egyébként így új begyel tök szépen el lehetett dolgozgatni szerintem, csak így óvatosan így kicsit Beleütögettem a bőrömbe. Hoztam egyébként ecsetet is, de nem érzem a hatalmas szükségét. Úrlányok, szerintem ez egy nagyon kis különleges smink lesz. Pont mint ez a kollekció, vagy számomra ez egy ilyen különleges kis kollekció, így eltalálták a, ezt a nagyon érdekes hangulatot. És hogyha tartós is lesz. Hmm. Én ezt most kifejezetten és szándékosan nem szeretném majd porral lefixálni, mert, mert azt gondolom, hogy ez a fényes is akkor fogja megmutatni a valódi szépségét, hogyha nincsen porral lefixálva, úgyhogy tényleg azt várom ettől a szemfestéktől, hogy szépen száradjon majd le nekem. Egyébként én úgy látom, hogy ez a bal oldal ez már le is száradt, úgyhogy felviszem ezt a fényes, fényes árnyalatot a teljes mozgó szemhéjra, meg ide a belső szemzugba. De nagyon szép fénye van. Viszont ezt egy picit ecsettel fogom a széleket eldolgozni. És bár nagyon szokatlan, így valószínűleg rajtam, vagy így magamnak nagyon szokatlan az, hogy most itt a külső szemzugot nem mélyítem be, nem sötétítem be, de egy ilyen szép mély lila szemhétus, szerintem nagyon izgalmas lesz ehhez a típusú sminkhez. Na mit gondoltak? Szerintem nagyon szép fénye van. És ez így nagyon kis elegáns is. Ti szoktatok egyébként folyékony szemfestéket használni? Bevalom néha így nagyon rám jön. Meg az essence -nek például volt ez a vaníliás kollekciója, és ez a chili vanili, így évelején. Azt hiszem évelején, vagy múlt év végén volt, nem tudom, de az is nagyon-nagyon szép volt. Szóval az essence szerintem kifejezetten szépek ezek a fényes fényes, folyékony szemfestékei, szóval nekem ez egy ilyen tipik olyan, hogy néha eszembe jut, hogy használjam őket, és akkor nagyon, nagyon szívesen használom egy ideig, aztán így kicsit így elfelejtkezem róla. ezen most egy picit több van, úgyhogy vissza a bal oldalra. Na és akkor jöjjön egy mély lila eyeliner, amihez én a Suva beauty ezt a UV Grunge nevezetű kis palettáját fogom használni, ezek ilyen vízzel oldódó eyelinerek, és sajnos a Suva Beauty termékei már nem kaphatóak, nem olyan rég, talán egy fél éve, éve vonultak vissza a piacról, szóval ezt a legsötétebb árnyalatú eyelinert fogom használni, ott egy icipici swatch már van is róla, ezért mutatom nektek. Szóval ez egy ilyen eyeliner, és akkor így arra gondoltam, hogy nekem ez kellőképp hasonlít ahhoz, ami szerintem kapható ebbe a kollekcióba, úgyhogy, úgyhogy ezért aztán ezt fogom használni. Szempilla egy Essence szempilla fogok felrakni, ez az Essence-nek a Lash Princess szempilla és ez a volume változat, ugye több változat létezik ebből a Lash Princess kollekcióból, illetve most már van Lash Queen is, azt is nagyon szerettem azt a szempilla azt hiszem, hogy egyébként kicsit most már ki van száradva ez a szempilla spirál, úgyhogy már kicsit kezdi összeragasztani a pillákat, illetve ugye az is számít, hogy főleg ezek az ilyen krémes szemtermékek, illetve a szemhéjtús, az így össze tudja ragasztani egy picit a szempilla tövét, és akkor ettől az összes szempilla így jobban összeragad, de egyébként szerintem szép. Na és akkor nézzük a szájra való termékeket. Kezdjük ezzel a nagyon izgalmas, nagyon szép színű szájceruzával. Lányok, ez egyébként tényleg nagyon szép lehet, el tudom képzelni, csak egy szájfénnyel. Szóval nagyon szép. Szép ez a szájceruza. És nézzük akkor a rúst. És egyébként, lányok, nagyon finom, olyan picit ilyen virágos parfüm illata van. Nagyon illik az egész kollekcióhoz. Na, egy kicsit azért a rúzson igazítanom kellett egy szájceruzával. A szájceruzával rúzsecsettel. Ugye ez egy ilyen nagyon sötét szín, úgyhogy azért ezt elég precízen kell feltenni, hogy szép legyen. Egyébként a rúzs szerintem egy picit azért ilyen foltos, de azért el lehet vele érni egy ilyen hatást, és, és nekem ez így nagyon tetszik azt kell, hogy mondjam, nekem ez az egész minkben, ez a kicsit ilyen vámpír romantika, ami így benne van, és az egész kollekcióban egy ilyen, tényleg ez az ilyen őszi, ilyen kicsit ilyen midnight, éjféli, dárkos hangulat, és közben mégis nagyon elegáns, nekem nagyon tetszik, szóval szerintem ez nagyon szép, és, és én örülök, hogy megvettem ezt a kollekciót, mert mert ez én nekem alapvetően nagyon tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog egyébként a szemfesték fennmaradni. Ja, ja, ezt azért szeretném mutatni, ez ugye a szvacsok. Itt volt a rúzs szvacsolva, úgyhogy nekem nagyon gyanús, hogy egy picit egyébként meg fogja színezni a számat. Nem baj, ehhez a hangulathoz szerintem nagyon illik. Nagyon szép szerintem ez a bizonyos blush is. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép kis kollekció lett az Essence-től. Írjátok meg nekem, hogy ti szeretitek-e ezt az ilyen kicsit ilyen elegáns és kicsit ilyen dárkos vonalat, vagy így tetszik-e nektek ez a kollekció. Mondom, nekem ezt így megláttam, és azt mondtam, hogy így jöjjön, mert így árérték arányban szerintem mindenképp egy szép kis kollekció. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!